Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Hit Filozófiája című podcastben, ahol szokásos rendszerint Ruf Tibor foglal helyet velem szemben. Üdvözöllek, Tibor, szervusz! Szervusz, Márté, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. A Széchenyi féle fontolva haladás elvét követve haladunk azért mi is a jelenések könyvével, és most következik az 5. kürt megfúvása. Azért röviden összefoglalva, ami eddig történt, felállt a mennyei rend, ahhoz az Isten tisztelethez, ahol felnyitják ezt a bizonyos levelet, amelynek sorban feltörték a pecsétjeit, és ennek ezen pecsétek nagy részénél földet sújtó szörnyű dolgok történtek, majd pedig a 7. pecsét végül is, a 7. pecsét feltöréséből kibomlottak a kürtfúvások, amelyek közül az első 4-et hallgattuk meg eddig, és ez a 4 tulajdonképpen a teremtett világot visszabontja, vagy hát szóval ugye a szárazföld detéri először csapás, aztán a vizeket, és így tovább, és aztán a csillagok, és ehhez hasonlítva a világító testek. És jelenleg itt tartunk, tehát akkor felolvasom, hogyha nem nincs semmi különös mondandód ezzel Persze. kapcsolatban a következő ügyeket. Megismétlem azt, ami talán elhangzott legutóbb is, még a 4. kürtnek a végét. Ekkor láttam és hallottam, amint egy az ég közepén repülő angyal hangosan így szólt. Ó jaj, ó jaj, ó jaj a föld lakosainak a többi kürt szó miatt, amelyet a 3 angyal még meg fog szólaltatni. Az 5. angyal is megfújta a kürtöt. Erre egyébként miért van szükség, hogy ezt bejelentsék? Vagy szóval, hogy miért hangzik el ez a közbevetés a 2 kürt szó között? Hát azért, mert ezek a csapások, ezek az eddigieknél is súlyosabbak lesznek, tehát fájdalmasabbak. Mindjárt ki is derül majd, ahogy olvasod. Az 5. angyal is megfújta a kürtöt. Ekkor egy csillagot láttam, amely az égből a földre hullott, és nála volt a mélység kútjának kulcsa. Felnyitotta a mélység kútját, és a kútból olyan füst szállt föl, mint egy nagy kemence füstje, úgy, hogy a nap és a légkör elsötétült a kút füstjétől. A füstből pedig sáskák jöttek ki a földre. Ezek olyan képességgel voltak felruházva, mint a földi skorpiók. Azt a parancsot kapták, hogy ne a föld füvében tegyenek kárt, és semmiféle zöld növényben vagy fában sem, hanem csak azokban az emberekben, akiknek a homlokán nincs Isten pecsétje. Azt a feladatot kapták, hogy ne öljék meg, hanem gyötörjék őket 5 hónapig, olyan a gyötrésük, mint amilyen gyötrelmet a skorpió okoz, mikor megmarja az embert. Azokban a napokban az emberek keresni fogják a halált, de nem találják, és meg szeretnének halni, de a halál kitér majd előlük. A sáskák külsőre a harcra felszerelt lovakhoz hasonlítanak, fejükön valami olyasmi, mint egy koszorú, aranyhoz hasonló, foguk pedig olyan, mint az emberek arca. Arcuk pedig olyan, mint az emberek arca. Olyan hajuk volt, mint a nők haja, fogaik, mint az oroszlánoké, melvértjeik, mint a vas melvértek, szárnyuk zúgása pedig, mint sok csatába rohanó lovas harci szekér zaja. A skorpiókéhoz hasonló farkuk van, farkukon pedig fullánkjuk, és hatalmukban áll 5 napig ártani az embereknek. Király van fölöttük, a mélység angyala, akinek neve héberül Abaddon, görögül pedig Apollónnak nevezik. Az első jaj elmúlt. Lásd, még 2 jaj következik ezek után. Igen. Tehát ezek akkor még külön valójában visszacsatolva, amit az angyal mondott az 5. kürt szó előtt, ez 3 jaj. Tehát nem véletlenül 3-szor mondta, hogy jaj, és ez volt az első jaj. Igen, pontosan. Értem. A hátra levő kürtök azok már mind jajjal járnak. Na most egy csillag hogyan tud a csillagnál lenni a mélység kutyának a kulcsa? Akkor ez egy élő csillag? Tehát olyan, mint a hajnal csillag, hogy Lucifer, vagy valami ilyesmi? Tehát ez egy szellemi lény, vagy pedig egyszerűen csak olyan becsapódást okoz, amelynek hatására, vagy olyan felmelegedést, hogy mondjuk a jég kiolvad. Láttam ilyen típusú filmet is, hogy ilyen ősszörnyek kiszabadulnak a felmelegedés hatására, ugye megolvadnak a jegek, és kinyílnak bizonyos kapuk. Tehát, hogy ez milyen jellegű esemény ennek a csillagnak az eljövetele?
Hát azt itt ennél a résznél különösen nehéz lesz meghúzni a határt a láthatatlan és a látható, a szellemi és az anyagi világ között, mert majd a sáskák kapcsán ki is térek rá, hogy itt én legalábbis nem tudom megmondani azt, hogy például a sáskák leírása az egy teljesen valós, fizikailag is látható ilyen lények, vagy pedig valamilyen démonseregnek a leírása, ami fizikailag nem lesz látható, de ha valaki belelát a szellemvilágba, az majd ilyennek látja őket. Úgyhogy most első körbe szerintem ezt még ne próbáljuk meg lezárni, vagy megválaszolni, és azt sem, hogy ugye a ugye megint belebonyolódhatunk abba a kérdésbe, hogy a szellemi és az anyagi világ hogyan kötődik össze, mert ugye nem annyira éles azért a határ, mint ahogyan azt a modern nyugati világnézetben gondolni szoktuk. Tehát lehetséges az, hogy a fizikai szemeinkkel egy aszteroidának a becsapódását láthatjuk, mert itt körülbelül azért az van leírva, tehát az néz ki így. De ez nem jelenti azt, hogy emögött ne állhatna szellem. Na most, hát az elején még talán lehet tisztázni, hogy tehát az szó szerint és fizikailag valóságosan értendő, hogy egy csillag zuhan le az égről és becsapódik a földbe. Ez ugye egy aszteroida lehet, mert hát rendes csillag nem lehet, mert az sokkal nagyobb, mint a föld, de ugye kinézetre egy aszteroida, ami közeledik majd a föld légkörébe beérve fölgyullad, az olyan pont, mint hogyha egy csillag esne a földre, meg hát egy aszteroidát is nevezhetünk csillagnak, hát az is egy égben levő dolog. Na most az, hogy a mélység kutyának a kulcsa, itt, ha ez ugye egy aszteroida, mert pont erre irányult a kérdésed, akkor ez viszont a kulcs maga így, az viszont átvitt értelemben értendő, tehát nem úgy értendő, hogy egy nagy vaskulcssal, vagy nem tudom mivel érkezik az aszteroida, hanem itt inkább arról van szó, hogy üt egy lyukat a Földnek azon a felső kérgén, vagy a kéregnek is a felső burkán, ami alatt ugye ott még rengeteg minden van a Föld mélyében, és itt ugye bejön ez a mélység szó, tehát itt lehet, hogy érdemes lenne egy kicsit foglalkozni azzal, hogy a Bibliában mit tudunk meg erről a bizonyos mélységről, mert ez már a teremtéskor szerepel rögtön a legelején. Ez a Tehom? Vagy Tehom. Tehom. Na most ugye kezdjük talán ott, hogy a Földnek a belső struktúrájáról a Bibliának úgy tűnik, hogy azért nem teljesen ugyanaz a véleménye, mint a modern természettudománynak, de talán tudod mit, abba sem mennék bele, hogy hogyan lehet rekonstruálni a Bibliának a Föld belső struktúrájáról alkotott képét, hanem most csak oda, tehát ez a mélység és a mélység kutya, tehát a mélység az a Föld belseje, a Föld golyó belseje tulajdonképpen. Ugye a modern koncepció szerint ez úgy néz ki, hogy mindenféle izzó kőtömegek forronganak lenn, illetve van egy folyékony vasmag a kellős közepében, és a tetején mint egy úszik egy relatíve nagyon vékony ilyen kis fagyott réteg, tulajdonképpen az a földkéreg, és azon úszunk, hát tulajdonképpen igen mi. Ugye erről ma már azt is jól lehet tudni, hogy ez nem egy darab, tehát nem egy ilyen monolit földkéreg, hanem több nagy lemez van, amik egymáshoz képest csúszkálnak. És tulajdonképpen a kéreg alatt van az, amit a Biblia úgy nevez, hogy mélység, de ami nagyon fontos, hogy ugye sok szó esik a Jobb könyvében is, meg más helyeken is, hogy a földkéreg alatti úgynevezett mélység,
meg a földkérek fölötti szféra, az a között vannak átjárások. Tehát, hogy ilyen alagútszerű valamik, amiken, tehát nem teljesen van elzárva a föld belseje, a föld a kéreg, tehát a levegőtől. Ezek meg a vulkanikus dolgok. Nem csak vulkanikus dolgok, hanem tehát ugye ezek nem teljesen tömör dolgok. Tehát például a földkéregben hatalmas üregek vannak, hatalmasak. Tehát ugyanúgy, ahogy látunk barlangokat, amik itt a földről nyílnak, és jó nagyok, és szerteágazók, és minden. De hát ugye mi csak a legtetején vagyunk az egész dolognak. De most ha meggondolod, hogy ugyanilyen barlangok még lefelé mélyebben is vannak, ahova mi nem tudunk lemenni, mert azt hiszem talán 14 kilométer mélyre sikerült eddig még csak lefúrni. És az még mindig a földkéregnek csak a felső kis megkarcolása. Tehát, miért túl meleg van, vagy túlságosan kemények az anyagok, vagy miért nem? Hát meg azért gondolj bele, egy fúrószárat azért tudni kell forgatni, azt ugye úgy, mint a kútfúrók, hogy így panelenként adagolják hozzá, és csatolják rá az előző részére a fúrószárnak, de ott a forgatónyomaték minél több ilyet kapcsolsz össze, annál jobban próbára teszi már az egész. Nem tudom, ezt meg kell kérdezni geológusoktól, meg geofizikusoktól. Minden esetre az biztos, hogy óriási üregek vannak lenn, amik részben ugye víz, van, ahol lehet tudni is, hogy tele vannak vízzel, a Szahara alatt például óriási vízkészletek vannak, tehát hogyha azt nem lenne túl mélyen és föl lehetne hozni, vagy megérné gazdaságosan fölhozni, az egész Szaharát locsolni lehetne belőle. És ezek talán az a legplasztikusabb, ha azt mondom, hogy ha olvastad a Vernének az utazás a föld középpontja felé, hogy ott egy egész világot találnak tulajdonképpen a föld alatt mindenféle más lényekkel. Az a helyzet, hogy ez nem kizárható. Tehát, hogyha a földkérekben vannak hatalmas nagy üregek, miért ne lehetnének ott élőlények is? Ugye rendkívül sok furcsa élőlény van. Például a Mariana árok, ami a legmélyebb tengeri pont, ugye 11 kilométer mély ott a Csendes óceánon, és ott tudható, hogy ott például van egy átjárás, mert ott ilyen tektonikus lemezek érintkeznek, és ott lent a vaksötét tenger fenéken, ott nagyon erős vulkanikus tevékenység van, és ott találtak például olyan férgeket, amik egész nagyok, ilyen 2-3 méteres ilyen csokorba azt hiszem növő férgek, amik ugye nulla fényt, tehát soha életükben semmi fényt nem észlelnek, mert odáig az nem megy le, és a teljes sötétségben a vulkanikus hőenergiával végzik az anyagcseréjüket, és kén alapú a felépítésük, tehát nem szén alapú fehérjékből, meg cukrokból, meg nem tudom mikből vannak, mint az összes többi élőlény a föld felszínen, hanem az ottani vulkanikus vegyületek miatt valami ilyen kén alapú struktúrájuk van, és hát az a cikk, amit én erről olvastam, tudományos cikk volt, az ugye föl is veti azt a problémát, hogy hát ez azt jelenti, hogy ha az evolúciós világnézetbe gondolkoznánk, akkor ez azt jelenteni, hogy az egy teljesen külön evolúció révén kellett, hogy létrejöjjön ez a mély tengeri féreg, mert hiszen még a vegyületei is mások, mint az összes többi élőlénynek. Én ezt a megközelítést, és most lehet, hogy iszonyan egy hülyeséget mondok, nincs semmiféle tudományos végzettségem, vagy ehhez hasonló, de hogy ugye mindig vizet keresnek a bolygókon, és az alapján mondják, hogy akkor ezek szerint ott lehetett élet.
De miért nem lehet olyan élőlény, amit történetesen a sötét anyaggal táplálkozik, és valami különös módon abból alakul ki? Tehát nekem ez most tetszik, amit mondasz, mert... A sötét anyag az egy picit azért már... Most direkt mondtam egy nagyon szélsőséges dolgot, de hogy miért ne lehetne olyan lény, ami teljesen más dolgokból is, és azt is életnek lehetne nevezni? Hát ugye szintén volt egy olyan 20-25 évvel ezelőtt a Reuters hozta le, tehát nem egy megbízhatatlan hírügynökség, hogy az Amazonas egyik mellékfolyójából kimászott egy akkora féreg, ami körülbelül akkora volt, mint egy csuklós busz, áttarolta az erdőt, és a legközelebbi másik mellékfolyóban lebukott, és ott eltűnt. Ez olyan hír volt, hogy a brazil elnök is odarepült helikopterrel, és megnézték a helyszínt, ellenőrizték, hogy 100 kilométeres körzetben nem tartózkodik olyan munkagép, ami ezt meg tudta volna csinálni. A helyi lakosok pedig váltig állították, hogy egy viszonylag tömzsi, tehát a vastagságához képest viszonylag rövid, ilyen tényleg csuklós busz méretű és alakú féreg jött ki a folyóból, átment az erdőn, közben ilyen 2 méter vastag fákat ott kidöntögetett, majd pedig bement a másik mellékfolyóba, és eltűnt. Most ugye ezek nagy meglepetést okoznak, de hogyha feltételezzük azt, hogy a földkéregnek a még jócskán jó mély rétegeiben akár városnagyságú üregek is lehetnek, tehát hatalmas lukak lehetnek ott. Tehát ugye a földrengések is akkor vannak, amikor egy-egy ilyen mély luk például beomlik valami miatt. Arrébb megy a féreg. Igen, vagy jön egy nagyobb testű égitest valahol a közelben, nem kell vele ütközni, csak a tömegvonzása egy picit megrántja. Ja, azért a földnek a kérge az olyan vékony a föld egészéhez képest a szilárd kéreg, mint a szappanbuboréknak a héja. És egyébként ez egy folyékony golyó. Csak a tetején van ez a szilárd rész, és ha ezt ugye megrántja, mint ha egy szappanbuborék, mint olyan kinyitjuk az ablakot, és a húzat így meghúzza, akkor kilapul meg, tehát így pulzál a szappanbuborék. Ugyanúgy a földre is a mindenféle égitestnek a gravitációs tere 6, és ezért, hogyha valahonnan egy ilyen nagy, komolyabb gravitációs lökés éri, például bejön egy üstökös naprendszerbe, és nem is kell mondom, hogy nagyon közel jöjjön, mindenképpen megrántja egy picit a földet. És ugye ez elég lehet ahhoz, hogy például egy ilyen amúgy is már labilis nagy belső üreg például beomoljon. És akkor azt úgy észleljük, hogy földrengés van. Na most, hogy ezekben az üregekben, érted, mennyi mindenféle élhet még, és ugye az is kérdés, hogy persze akkor, hogy jön föl, de ugye erre a Biblia azt mondja, hogy a mélységnek vannak kapui. Itt azt olvassuk, hogy van a mélységnek kútja. Hát sőt, tehát, hogy van egy. A Jobb könyvében van talán az, hogy a földnek az alapja, tehát a föld alapjainak a fundálása, meg a példabeszédekben, hogy ezek szerint akkor van egy alapja a földnek, ami nem tudom, hogy micsoda, vagy hogy mi a szerkezete, szóval hogy hogyan. Hát én ebben nem akartam most belemenni, mert erről nagyon nehéz biztosat mondani. Aha. De valószínűleg, így mondom, hogyha ezeket a általad most mondott bibliai helyeket, plusz még ami ide tartozik, mind összeszedjük, ezt megcsinálta egyszer a Szent Pál Akadémián egy hallgató, és ha mindet összeszedjük, akkor úgy néz ki, hogy a Föld az olyan, mint egy térbeli biciklikerék, tehát egy gömb, aminek van a közepén egy ilyen agy, az a föld alapja, egy ilyen mag, és arra küllőszerűen, abból minden irányba küllőszerűen ilyen oszlopok állnak ki, ezek a föld oszlopai, és ezek az oszlopok tartják a kérget, a földkérget,
és rögzítik úgymond a maghoz, tehát olyan, mint egy térbeli biciklik kerék, tehát aminek a tér minden irányába mennek a küllői. Közte pedig, hát mondjuk nehéz ezeket pontosan megmondani, hogy mettől, meddig, meg hogyan és hol, mert ugye ebben nem látunk bele, de úgy tűnik, hogy víz van, tehát hogy a föld belső terében óriási mennyiségű víz van, plusz ugye ez ebben a belső ilyen oszlopokkal kitámasztott gömbben van ugye a Seol, és minden valószínűség szerint a Tartarosz is. És na de hogy lehetne víz, az akkor elpárologna, hogyha ilyen meleg van ott? Hát mondom, nem szeretnék ebbe nagyon mélyen belemenni, mert azért olyan nagyon nem értek hozzá. Értem. De az se biztos. Ugye, tehát az, hogy ott olyan meleg van, hogy a föld belseje felé haladva egyre melegebb van, ez ugye egy elmélet, ami azon alapul, hogy a modern természettudomány hogyan képzeli el a Földnek a kialakulását. És hát azt nem mint teremtett valóságot képzeli el a Föld kialakulását, hanem hogy ugye mit tajn összesűrösödött a por, meg és akkor golyó lett belőle, vagy valahogy máshogy lett egy ilyen folyékony anyagdarab, és akkor az lassan kihűlt, és tehát ugye azért gondoljuk, hogy olyan a Föld belül, amilyen, mert van egy koncepciónk arról, hogy keletkezett. De az nem biztos, hogy az belül tényleg olyan, mert ha a koncepciónk rossz arról, hogy keletkezett, akkor az is rossz, hogy mi van belül. Tehát, de én tényleg nem akarok ebbe olyan nagyon-nagyon mélyen belemenni. Ha ez valakit érdekel, akkor kutassa ki, vagy hát Jézus a Seolban, ez volt a címe ennek a szakdolgozatnak, és nagyon jól föltárta számomra eddig a legmeggyőzőbben a föld belső szerkezetét. De csak hogy mondtál két dolgot, hogy a Seol és a Tartarosz, és ez két különböző hely ezek szerint, ami a földben található. Igen. És most nem akarok már tovább bonyolítani semmit, de egyszer hallottam olyasmit, hogy amikor Jónást a cethal elvitte, akkor valami ilyen típusú helyhez juthatott el a ceth vele, vagy hát ez az ős szörny. Mert van egy ilyen, hogy a hegyek alapjai összezáródtak fölöttem. Aha. Jól mondod egyébként, ugye a 69. Zsoltár is beszél erről, a messiás szenvedései kapcsán, és ott szinte, mintha leírná a lefelé vezető utat. És többek közt ez az egyik ige, amiből ezt lehet rekonstruálni. A 9. Zsoltár leírja az utat. Hát olyan értemben, hogy azt mondja, hogy a mélységbe jutottam, az áradat elborított, tehát akkor ott víz van, a hegyek alapjai összezáródtak felettem, akkor ezek szerint legfölül fölötte a hegyek alapjai vannak, az alatt víz van, stb. Most ugye az, hogy a Jónás ezt így énekli meg, az lehet messiási profécia is, hogy arról szól, ahogyan a messiás a Seolba alászállt, és közben ugye átment ezeken a rétegeken. És ezt írja le a 69. Zsoltárnak, legalábbis néhány verse. De nem akarok én nagyon elkalandozni, mert ez a mélység, ez azért egy, ne, ez egy, ugye Pál is mond olyat, hogy hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem, tehát ott viszont ezt a szót a tengerre használja. De hogy ez miért nem ellentét? Azért nem ellentét, mert a tenger forrásai, amikről szintén beszél a Biblia, azok viszont lenyúlnak a mélységhez. Tehát amikor valaki a tengerben hányódik, akkor azért lehet mondani, hogy a mélység
tengerben, vagy a mélység van alatta, mert a tengerfenék az ugyan megvan, de a tengerfenéken vannak alagutak, amiken keresztül le lehet jutni a mélységbe. Tehát van átjárás. Azért mondom, hogy ez a féreg, ha ez igaz ott az Amazonas környékén, akkor ott is arról van szó, hogy minden valószínűleg a mélységből talált egy barlang járatot, vagy mi aztán ott eltévedt, és valahogy kiukadt egyszer csak az Amazonas egyik mellékfolyójában. Lehet, hogy ő se tudta, hogy hol van. Fölvet ez még további kérdéseket is, mert ugye a nyomás kiegyenlítés az egy nehéz kérdés, hiszen már a mélytengeri halak is olyanok, hogy nem lehet őket fölhozni a felszínre, mert fölrobban és egy ilyen lekvár lesz belőle, mert ugye annyira nagy a nyomás lent, hogy a hal belső nyomása is annyira nagy. Én konkrétan ismerek egy embert, aki csak 70 méter méről húzott ki tengerben egy halat, és túl gyorsan húzta ki, ezt később a halász mondta, aki értett hozzá, hogy túl gyorsan hozta föl a halat, és mind a két szeme így kijött a fejéből, tehát így kiállt, és ez már 70 méternél is. Tehát annak a halnak a belső nyomása az akkora, hogy kibírja a 70 métert. Na most amelyik 11 kilométer mélyen él. Na, és akkor ugye az a kérdés, hogy jöhetett föl, mondjuk, ha a mélységből jött esetleg ez a féreg, vagy a cet visszajónása. Vagy a cet visszajónása, hogy tudja kiegyenlíteni ezt az óriási nyomáskülönbséget. De most az a helyzet, hogy például pont az ámbrás cetről lehet tudni, hogy az időnként leruccan a mély tengerekbe, aztán följön, és simán kiegyenlíti ezeket a nyomáskülönbségeket. Tehát ugye miért ne lehetne olyan élőlény? Mi is tudunk alkalmazkodni, mint olyan plusz 50 foktól, minusz 50 fokig mindenféle hőmérséklethez. Miért ne lehetne olyan lény, amelyik tud alkalmazkodni a nyomáskülönbség kiegyenlítéséhez? Hát nem akarok, mondom, végleg elmenni a mitológiák világába, de a Loch Ness is szörnyet is meg lehet így érteni, mert ha a tó fenekén van egy bármilyen annak az állatnak elegendő méretű átjáró csatorna a mélységhez, akkor az is lehet, hogy ott járkál föl le, és hiába mennek le a búvárok keresgélni, mert olyankor ő bemegy ebbe a kis lukjába, amin keresztül lehet, hogy le tud jutni akárhány kilométerrel mélyebb üregekbe. Ugye, mit tudom én, a hévízi tónak, ha az ember fürtik benne, nem tudja, hogy mi van alatta, de hogyha megnézed ott a kiállított rajzokat, meg a brosúrákat, akkor kiderül, hogy a tónak ugye alul van egy luk, ahonnan jön ez a víz, de oda bementek búvárok, és kiderül, hogy az a tó alatt kiszélesedik egy hatalmas barlangá. És a hatalmas barlangban két forrás nyílik, az egyikből hideg víz jön, a másikból meleg víz, az a barlangban összekeveredik, és utána egy újabb lukon keresztül kijön a hévízi tóba. Na most, ha most mi mondjuk a barlangászok is tudják ezt, akik, hogy megdöbbentő, hogy az ember bebújik egy ilyen olyan kis lukon, amin éppen hogy csak befér, és ott nagy nehezen mászik 10 métert, és utána kiérkezik egy akkora üregbe, mint a bazilika, amiben mindenféle gyönyörű dolgok vannak. Aztán azon is lehet, hogy van egy kis luk, ahol szintén megint, ha bemenne, akkor egy 20 emelettel lejjebb egy akkora üregbe érkezne, mint Budapest. Tehát azért mondom, hogy az, ami a... Ami egyébként a Tamást megtámadta. Voltunk Hévízen most télen, és vagy ilyen tél vége felé, és nem volt szabad ugye fürödni a tóban, de van egy ilyen oldalcsatornája. És akkor oda így bementünk, és békésen fürdőztünk, és egyszer csak a Tamást betámadták ilyen halak, és ki kellett menekülnünk az egészből. Szóval lehet, hogy ezek is ilyen szörnyek voltak akkor. Bizonyára kis szörnyek.
Szóval nagy rejtély a föld mélye. Ugye most például mondják, hogy egyre több olyan baleset van, nem tudom, hallotta, de hogy egyszer csak ilyen luk keletkezik a földbe, és beesnek az autók, meg a házak biztos. Tehát ez ilyen bányatavaknál van inkább, nem? Hát nem kell ahhoz bányató, mert tulajdonképpen tényleg elegendő, hogy egy észre nem vett föld alatti, a föld alatt folyók vannak. Hát most honnan jön az összes forrás? Hát az, mielőtt kijön a földfelszínre, és a földfelszínen tekereg folyóként, előtte minimum ugyanannyit, de lehet, hogy sokkal többet tekereg a föld alatt ilyen csatornákban. Tehát a föld belseje az egy külön világ. A Vernének, tehát hogy mondjam, az ötlete, az tulajdonképpen önmagában abszolút megáll, mert ugye az az alapötlet, hogy a föld alatt ilyen hatalmas méretű, tehát városnyi vagy országnyi üregek vannak, de nagyon mélyen, tehát amíg be nem omlik, addig nem vesszük észre, hogy ott volt. És ugye a felszíni rétegben is tudnak ilyenek keletkezni, ott a víz is, ahogy megy, ott tud dolgozni, mert azért az, ugye a sókat a víz oldja. Tehát ahol például nagy mennyiségű valamilyen sóból van a kőzet, és oda víz talál, akkor azt ott szépen ő kioldja, és utána ért megint lukak, és csatornák, és hát igen, de üregek keletkeznek. Mindezt valahogy össze kell vonni ezt a nézetet a vulkánokkal, mert hiszen ott hihetetlen forró folyadék törelő, nyilván ugyanúgy a föld mélyéből, tehát viszont a víz az ilyen hőhatás miatt elpárolog, vagy hát szóval gőzzé változik, tehát valahogy ez a két dolog egyszerre van jelen akkor a tehát az, hogy a vulkán alatt van egy magma csatorna, és ott jön ki az izzó magma, az nem azt jelenti, hogy az mindenhol van olyan. Ha a vulkán alatt ott van egy ilyen magma csatorna, de ahol nincs ilyen, ott nem feltétlenül annyira forró a víz. Most az ásványvizeink is ugye ilyen 800 meg 1000 meg nem tudom hány méter mélyről jönnek. Hát azért ott azért még nem nagyon járt ember. De hát ahogyan egy hegyi patak egyszer csak eltűnik a föld alatt, és utána fölfedezik, hogy ott benne egy egész fantasztikus, hatalmas ilyen templomcsarnokokhoz hasonló méretű cseppkőbarlangon folyik át, aztán megint egy pici lukon jön ki, és ki tudja, hogy hány ilyen dolog van a lábunk alatt. Teljesen. Na most ebben élhetnek élőlények. Na most, ha becsapódik egy aszteroida, és kilukaszt... Csak az aszteroida előtt, ez nagyon fontos kérdés, és azt akarom megkérdezni, hogy és megmutatkoztak a világ fundamentumai, az egy ilyen beomlást jelente például adott esetben, amiről most te akarsz beszélni, csak előbb... A világ fundamentumai azt szerintem nem ugyanaz, az mint a föld más. Fundamentumai. Jó, csak azt akarom kérdezni, hogy most három fogalmunk van, vagy három nevünk. Az egyik az az abüsszosz, vagy töhom, amiről beszélünk, a mélység. Van a seol, van az abaddon, azt mondtad, vagy tartarosz. És ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz? Tehát csak, hogy értsük, hogy mi micsoda. Ezt még én fontosnak tartanám előtte tisztázni, ha már erről beszélgetünk. Hát igen, csak ugye, hogy értsük, hogy micsoda, én sem biztos, hogy teljesen értem mindegyikről, hogy micsoda, meg mások se biztos, mert mondom, erről azért nem ad teljes kinyilatkoztatást a Biblia. A Tartarosz, ugye az eleve, ugye tehát a görög mitológiában szerepel a Tartarosz, de a Péter apostol a második levelében idézi, vagy használja ezt a szót, és azt mondja, hogy a bukott angyalok egy része, az a Tartaroszban van megkötözve. Egyébként a görög mitológia szerint pedig a gigászok vannak a Tartaroszban megkötözve. Ezek az Isten, olimposzi istenek előtti, úgymond régi isten nemzedék, ugye a gigászok.
És annyit tudhatunk még, hogy a Tartaroszban nagyon erős dohszag van. Ezt honnan lehet tudni? A görög mitológia az vártig állítja, hogy a Tartaroszra két dolog jellemző. Az egyik, hogy a legsötétebb teljes sötétség. Tehát, hogy az abszolút sötétség helye, és hogy büdös. Ezt lehet a görög mitológiából megtudni, meg azt, hogy a gigászok ott vannak megkötözve. És ezt végül is a Biblia akkor nem cáfolja, hanem Péter apostol. Péter használja a Tartarosz szót, és azt állítja, hogy ott bukott angyalok vannak megkötözve. Ez nem azonos a Seollal, hanem vélhetőleg még a Seol alatt van. És ő ismerte a görög mitológiát, tehát tudta, hogy erről beszél. Hát ezt, ahogy Péter apostol mennyire ismerte, meg mennyire nem, görög mitológiát azt nehéz lenne rekonstruálni. Valamennyire nyilván, mert hát akkor az volt a ilyen közvilágnézet, vagy de hát azt ne felejtsük el, hogy azért a leveleket részben a Szentlélek írta, vagy hát bizonyos értelemben teljesen a Szentlélek írta, csak embereken keresztül, tehát ha ott a Tartaroszt használja, akkor a Szentlélek ezt nem hogy helyben hagyta, hanem ezt tőle származik, tehát ez nem a Péter kulturális ismereteitől függ ennyiben, tehát nem egy emberi dolog, hanem hát ezek szerint a Szentlélek is helyben hagyta, hogy van Tartarosz. Ugye a Hádész az a Seolnak felel meg, azt onnan tudni, hogy a Seolt a Szeptaginta is, meg az Új Szövetség is mindig Hádésznek fordítja. Ott vannak az emberek lelkei. A Tartarozban nem az emberek lelkei vannak, hanem ezek a bukott angyalok. De hát mondom, lehet még sok minden más is ott lent, tehát a föld mélye az egy külön világ, hát az egy irtózatos nagy terület, tehát meg tömeg, meg ott... Tehát tényleg egy tojáshéjnak a tetején élünk mi, és a tojáshéj alatt még óriási terek vannak. És a Seol az például, hogy a Dante-nak az elképzelése, vagy egyáltalán, hogy több szintje van meg különböző. Tehát a Seolnak a felépítéséről végül is csak egyházi hagyományok, vagy kinyilatkoztatások, vagy mi alapján? Például a zsidó misztika mit gondol arról, vagy gondol-e, nyilván gondol valamit arról, hogy mi van a Seolban? Hát gondol, de én nem ebbe az irányba se mennék nagyon el, mert egyrészt ez partalan és óriási mennyiség lenne. Én annyit mondanék, hogy a Seol szó az ugye a Sál gyökkel hozható összefüggésbe, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy kérdez, vagy keres. A Seol, az tehát nekem azt az értelmezése tetszik legjobban, hogy az a kérdés. És ebben tulajdonképpen az van benne, hogy az emberiség akár mennyit gondolkodott meg Biblia is adott kinyilatkoztatást, meg a Odüsszeiába is olvashatsz, hogy az Odüsszeusz a Hádészbe lemegy beszélgetni ott az árnyakkal, meg mit tudom én, de hogy végül is azért igazából az ember számára egy kérdés az, hogy mi van ott, és lehet, hogy ezért nevezték el Seolnak, hogy az a kérdéses hely. Na most én éppen ezért, mivel kérdéses hely, ezért nagyon sokat nem tudnék róla mondani, meg nagyon félre is vinném most ezt a témát, mert hát most érted, miből induljunk ki, hogy az Odüsszeusznak ugye szólnak a elnézést, ha bárkit ezzel most kiakasztok, de előre megmondják neki, hogy vigyen magával vért, mert azt itatni kell az árnyakkal, mert ha nem itatja meg őket vérrel, akkor nem tudnak beszélni. És mivel ő beszélgetni szeretett volna velük, tehát mondták neki, vigyen vért, és akkor abból, ha ad nekik inni, akkor tudnak beszélni. Hát most ez egyrészt nem túl biblikus nyilvánvalóan ez a dolog, de hát ugye ilyen információink vannak a népek
költészetéből, meg vallásaiból. A Biblia meg azért olyan nagyon-nagyon sok mindent nem árul el erről. Meg ugye most nem is a Seol a fő kérdés, mert ez, hanem a Tehom, a mélység, és annak itt ugye megtudjuk, hogy van egy angyala, ez a bizonyos Abaddon. Na most ezzel a Bibliában mi már találkoztunk, csak ugye ő nem, tehát a Héber Bibliában ez a lény szerepel, ő az a bizonyos pusztító, aki megölte Egyiptomban az elsőszülötteket, akit nem engedett a bárány vére bemenni az izraeliek házába. És ott, ami ugye pusztító, vesztő, a Károli ugye így fordítja, nem engedi az úr, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a házatokba, ott az eredetiben az Abaddon van. Tehát ez a jelenésekben ez az angyal, akiről megtudjuk, hogy a mélység angyala, és ezeknek a sáskáknak a királya, az egy bukott angyal, aki szerepel az Exodusban, aki vanuláskor, és konkrétan ő volt az, aki az egyiptomi elsőszülötteket megölte, és konkrétan ő volt az, akit a bárány vére távol tartott a zsidók otthonaitól. Tehát ő már egy ismerős, nem a jelenések könyvében találkozunk vele először. Ugye az avad az héberül azt jelenti, hogy elveszik. Az Abaddon az tehát elvesztő, és ugye ezért szokták, ugye ez ugyanaz a szó, mint az elkárhozásnak a szava. És ugye görögre is lefordítja János a jelenésekben, hogy Apollyon az ugyanezt jelenti, tehát ez egy tükörfordítás. És az elkárhozás is a görög nyelvben, a új szövetségi görögben, ugye apolymi, tehát ez igazából elveszést, elpusztulást jelent, nem elkárhozás, nem elveszés, elpusztulás. Tehát ez az az angyal, aki az elveszést okozza, tehát aki elveszti az embereket, hogy most milyen értelemben örök, vagy tehát üdvösségi értelemben, vagy csak elpusztítja őket, mert ezt most szintén nehéz lenne innen megmondani. Viszont az kiderül, hogy ez az angyal a mélységben lakik. De azt nem tudjuk, hogy a Seolban, vagy a Tartaroszban. Hát azt itt. Illetve lehet akkor egy harmadik hely is a mélységben. Ó, még rengeteg. Tehát, hogy a mélységnek hát a kút az inkább, kútja, vagy ez hogyan értelmezhető? A kút az inkább úgy tűnik, hogy az az átjáró. Tehát a mélység kútja az azt jelenti, ezért hogy amikor az tehát itt tulajdonképpen az történik, hogy ez a becsapódó aszteroida, ez mint egy ilyen puskagolyó átlövi a földkérget egy ponton, tehát akkor a becsapódási ereje, és ha ez egy viszonylag vékony, ott éppen egy vékony rész van, és alatta indul egy olyan üreg, ami az egész, akár az egész belső, úgymond mélységgel már összefüggésben van, akkor kilukad a földkéreg, és ezért az, ami a mélységben van, ki tud jönni a föld felszínre. És tulajdonképpen erről szól és ez mégsem ez a víz, történet. Ez kemencefüst, ami kijön onnan. Hát füst jön ki, mint ahogy a vulkánkitöréseknél is irtózatos mennyiségű füst jön ki, itt is az van, hogy ugye elhomályosodik az ég, de ez meg szokott történni vulkánkitöréseknél is minden további nélkül. Viszont itt ugye az a specialitása a dolognak, hogy itt lények is kijönnek, ami azért eddig tömegméretekben nem volt jellemző. És hát az a nagy kérdés ennél az igerésznél, hogy itt ezek fizikai lények, amik kijönnek, és tényleg így néznek ki, tehát egy ilyen fajta valami teljesen eddig ismeretlen izert lábú, aminek a pontos leírását találjuk utána meg. Tehát, hogy egy eddig teljesen ismeretlen állatfaj támadja meg az emberiséget. Ezek azért szintén nem teljesen ismeretlen dolgok. Tehát most például az ázsiai lódarázs
ugye, amelyik, tehát egy ázsiai lodarás meg tud ölni egy embert, és az ugye most például már megérkezett Európába, és például az pár évvel ezelőtt Angliában 200 kilométer széles sávban elköltöztettek minden méhészetet, minden kaptárt, mert azon a vonalon ment végig az ázsiai lódarázs csapat. 10 ázsiai lódarázs az egy 30 ezer fős méh családot kivégez. Egy ázsiai lódarázs egy embert is meg tud ölni, és elég agresszív is. És ide Magyarországra állítok, csak azért nem jön, mert itt túl meleg van neki, de Angliában, ahol kellemes neki az idő, ott hangsúlyozom, hogy ott méhészeteket kellett 100 kilométerekkel arrébb telepíteni emiatt. Na most, tehát ugyanúgy, ahogy föltűnik itt az ázsiai lódarázs, vagy a márványpoloska irtózatos mennyiségben, vagy akár a koronavírus, tehát ugyanígy, a föld mélyéből, a mélységből is ki tudhatnak jönni olyan élőlények, amikről nekünk fogalmunk sincs. Másik lehetőség pedig az, hogy ezek nem látható sáskák, nem látható lények, hanem tulajdonképpen démonok, akiket így ír lelátomásban a János apostol. Én egyébként ezt tartom kevésbé valószínűnek. Miért írná le ilyen részletesen, hogy hogy néznek ki, hogyha nem is láthatóak? Hát ez ebbe is igazad van. Igen. Nekem az a benyomásom, hogy ezek valószínűleg igazi bogarak. Csak még soha ilyent mi nem láttunk, mert ez egy olyan valami ízelt lábú faj, hát nem bogár, tehát valami ízelt lábú faj, ami lent él a föld mélységében, a mélységben, és soha nem járt még a felszínen, mert még nem is volt átjáró, ahol följöhetett volna. De valami drónok, vagy harci, ilyen robotok, vagy nem tudom, micsodák. Van ilyen értelmezés is egyébként, hogy esetleg az, csak akkor ugye nem érthető, hogy miért a mélységből, a mélység kútjából, kijövő füstből jönnek elő. Tehát az egy kevésbé. Na most ugye még annyit, mert itt ugye ez az egész mostani évad úgy kezdődött el, hogy az ószövetségi áthallásokat pont vizsgáljuk. Ezt akartam kérdezni, igen. Tehát itt ugye a legnagyobb ezzel kapcsolatos ószövetségi ilyen áthallás vagy utalás az a Jóel 2-ben található, ahol az Úr serege, mint sáska csapat jön ki, és ott van hosszan leírva egy ilyen különös, nem teljesen természetes, de mégis sáskának mondott valami. Úgyhogy nagyon sok. Az szinte biztos, hogy a Jelenések könyve erre tudatosan utal. Most a másik az, hogy ne felejtsük el, hogy a 10 csapás egyike is sáska csapás volt. Tehát ez a mózesi csapások egyike tulajdonképpen. És hogy a sáska csapást még a rendes, egyszerű, hétköznapi ismert sáskánál is azért a Biblia mindig, tehát nem függetleníti a természet fölötti. Tehát magyarul ugye a Biblia nem úgy gondolkozik, hogy meleg volt a nyár, és ezért most sok lett a sáska, hanem úgy, hogy ez mindig valamilyen ítéletnek az eszköze, vagy tehát mindig Isten kezében vannak ezek a dolgok. Úgyhogy tehát mindent egybevetve én inkább arra hajlok, hogy ezek igazi állatok, csak ilyen állatokat még sose láttunk. És hát hasonlítanak ugye a sáskához, de közben meg a skorpióz is hasonlítanak, mert olyan skorpiófarkuk van, fullánkkal, stb. Stb. De ezek miért fontosak, hogy a lovakhoz hasonlítanak, és hogy a koszorú, és az arcuk ember arc, hát ez is nagyon érdekes, hogy és a nők hajaihoz hasonlít, és oroszlán fogaik vannak, tehát hogy vasmelvértek. Ezek,
ezek valamiért mégiscsak itt szerepelnek, és ezek jelképekként is tekinthetőek, vagy van-e ennek is valamiféle ószövetségi gyökere, vagy pedig nem nehéz értelmezni ezt a leírást. Ezt nehéz, igen. Én azért mondom, hogy én még azt sem tudom egyértelműen eldönteni, hogy ezek szellemi lények, vagy fizikai lények, hogy néznek ki, és az miért van ilyen részletesen leírva. Ugye annak biztos, hogy vannak különböző további jelentései, hogyha ugye mint kódokat nézzük, és akkor utána lehet keresni, hogy mit jelent a skorpió, vagy az asszonyok haja, vagy a vasmelvért, meg a többi, és akkor így biztos jelentést is ki lehet belőle bontani, de itt azért a legdöntőbb az nem ez, hanem az, hogy leírást ad ezekről a lényekről. Hát csak az nagyon érdekes, hogy ha ember arcuk van, akkor Isten arcuk van végül is, hiszen mi az ember a Isten képére lett teremtve, tehát annak csak nincs egyik másik lénynek sem ember arca. És ez számomra nagyon mellbevágó, hogy lehet valami másnak is ember arca, ami nem ember, és miért van ember arca egy mélységben élő, sáskaszerű, skorpió, farkú lénynek, mert ilyet nem adott Isten senkinek, hogy emberféle arca legyen, vagy nem tudunk róla, vagy szóval ez egy nagyon nagy kiváltság. Hát akkor ebből meg esetleg lehet, hogy valaki arra asszociálhat, hogy ezek akkor mégis inkább démonok például. De én azért nem szeretném ezeket ilyen egyértelműen erre vagy arra eldönteni, vagy elbillenteni, egyrészt, mert nem tudom. Másrészt pedig azért, mert nem szabad mindent egyféleképpen, vagy hogy mondjam így, nagyon erősen elmagyarázni, megmagyarázni, mert lehetnek a szövegnek olyan további dimenziói, ahol teljesen más és abszolút igaz jelentést nyernek ezek a dolgok, és hogy ne zárjuk le a Szentlélek jövőbeni lehetőségét arra, hogy kijelentést adjon ezekről, azért nem biztos, hogy érdemes mindent megválaszolni, különösen amit nem is tudunk. Szóval ez egy rejtélyes hely. És elég sokféleképpen magyarázzák, mert van olyan biblia magyarázó, aki ezt azt hiszem talán vadászgépekkel azonosítja, hogy egy légi csapásban a vadászgépeket ilyennek látta a János, mert hát még sose látott vadászgépet, tehát valamihez akarta. És az ember arcú. Hasonlítani. Nőhajú lények hasonlítottak a... Hát most nézd, ez nem annyira, tehát én most egy erős nagyítású fényképezőgéppel Premiere Plan egy ilyen sáskáról, vagy egy ázsiai lódarázsról csinálok neked egy arcképet, és meglátod közelről, hogy egy ilyen állatnak hogy néz ki az arca közelről. Ugye néha egész döbbenetes, hogy egy hongya az milyen horrorisztikus lény. És elképzelhető, hogy akár ma is lenne olyan rovar, amiről, hogyha csinálnék egy közvetlen közeli arcképet, és megmutatnám, akkor azt mondanád, hogy ez olyan, mint egy ember, mert hát rengeteg különböző állat van, és rengeteg különböző... Tehát akkor ezek lehet, hogy nem olyan hatalmas állatkák, hanem egész picik is lehetnek. Hát azt hiszem a méretük az nincsen megadva. Igen. De a szárnyaik zúgása az ott, mint a szárnyuk zúgása, mint sok csatába rohanó lovas harci szekérzaja. Hát azért ez nem annyira pici állatra hát van. Azért egy sáska rajt meghallgatsz, amikor átzúg feletted, az... Mindegy, most csak megdöbbentem, mert én ezt mindig ilyen nagynak képzeltem, de tényleg lehet egész picike is, hogyha arról van szó. Szóval én igazából nem nagyon tudom ezt a részt úgy lezárni, hogy azt mondjam, hogy ez a tuti, ez vagy az. Nekem az a sejtésem, hogy ezek valószínűleg valódi izált lábúak lesznek, amilyet még sose láttunk.
De egyébként hát annyi science fiction szól erről. Mi van akkor, hogyha egy már meglévő rovar például mutálódik, például fölrobban egy atomerőmű. És akkor egy már meglévő sáskafaj ból ilyen torszülöttek jönnek létre például, és akkor ez is belefér. Egy, valahol a mélységben. Igen, tehát... Hát egyébként most mondok valamit, csak akkor, hogyha a sci-fi irányába teljesen elinduljunk, hogy ezeket a nukleáris hulladékokat is ilyen iszonyú nagy barlangokba szokták időnként elszállítani, tehát lehet, hogy ezt az ember megint csak magának köszönheti, hogy ezek a kedves kis bogarak onnan feljönnek majd egy szép napon, tehát na mindegy, hát persze. Igen, hát mindenféle szörnyek is létrejöhetnek, hogyha úgy tudom, most a például a Fukushima-i atomerőműnek a vizét, a radioaktív vizét, az teljes egészében beleeresztik most a tenger. Beleeresztik, igen. Ezt nem tudom, hogy te mondtad, vagy hallottam, de igen, hát rettenetes. Hát most mondjuk az a radioaktivitás ott, ki tudja, hogy milyen nyolc szemű halakat, meg nem tudom, miket fog eredményezni, minden további nélkül létrejöhet egy egészen gyilkos mutáns is, tehát az ember nagyon veszélyes dolgokat csinál a Földdel. Akkor még azt nézzük meg, még annyit akartam csak, hogy ugye a skorpiónak a csípése az híresen rendkívül fájdalmas, tehát hogy az egyik legfájdalmasabb csípés mindközül. Nigériában, amikor éltem, akkor egyszer egész éjjel vonyított egy kutya, úgyhogy egész éjjel nem tudtam aludni, és aztán reggel utána kérdeztünk, hogy mi volt, és akkor mondták, hogy megcsípte a skorpió. Tehát rendkívül nagyon erős fájdalmat okoz. És hát van itt még egy érdekes dolog az, hogy a gyötrés, a fájdalom, amit okoz, amiatt az emberek keresni fogják a halált, de a halál, úgy mondja a görög, elfut előlük, és ezért az emberek nem tudnak meghalni akkor sem, amikor szeretnének. És ezek a sáskák ugye minden olyan embert hát szelektíven megtámadnak, akin nincs rajta a pecsét, tehát gyakorlatilag csak a 144 ezer az, aki be van biztosítva az ellen, hogy ezek a sáskák ne tudják megtámadni. Hát a felkentek, ahogy ugye a bárányvére távol tartott, tehát hogyha ezeknek a lényeknek az Abaddon a főnökük, akkor talán az a parancs még mindig érvényben van, vagy hogy mondjam, tehát... Igen. És a... Na de az, hogy tehát öngyilkossági kísérleteket fognak végrehajtani, és nem fog nekik ez sikerülni, vagy ezt hogyan kell mégis elképzelni? Szintén nem tudom. Tehát nem, én nem tudok szerencsére mindent elmagyarázni a Jelenések könyvéből, meg azért egy istenfélelem is van az emberben, hogy ugye, hogyha az értelmezést nagyon-nagyon elvisszük egy irányba, akkor lezárunk ezzel más értelmezési irányokat, és az azért nem jó, mert az igének a gazdagsága akkor nem marad meg az igét olvasók számára. Tehát itt nagyon fontos mindig tisztázni azt, hogy itt egyrészt nem dogmatikus dolgokat mondunk, tehát magyarul nem minden 100%-osan biztos. A másik meg az, hogy szóval itt még egyszer mondom, én még azt sem tudom eldönteni, hogy ezek szellemi lényeke, és a szellemvilágban néznek ki így, vagy pedig fizikai lények, konkrétan fizikai sáskák. Akkor felolvasom a következőt. Jó, mert hát ezt nem tudtuk eldönteni. A hatodik angyal is megfújta a kürtöt. Ekkor egy hangot hallottam az Isten előtt álló arany áldozati oltár négy szarva felől, amely így szól a hatodik angyalhoz, akinél a kürt van. Engedd szabadon a négy angyalt, akik a nagy Eufrátesz folyónál vannak megkötözve.
Ekkor szabadon engedték a négy angyalt, akik készen álltak az órára, napra, hónapra és évre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. Lovas hadseregeik létszáma 20 000-szer 10 000. Hallottam a létszámukat. Ilyennek láttam a lovakat, és a rajtuk ülőket a látomásban. Mellvértjeik tűz, hiacint és kén színűek. A lovak feje olyan, mint az oroszlánoké. Szájukból pedig tűz, füst és kén jön ki. Ettől a háromtól pusztult el az emberek egyharmada. A tűztől, a füsttől és a kéntől, amely ezeknek a szájából jön ki. Mert ez a képességük a szájukban és a farkukban van. Farkuk ugyanis kígyókhoz hasonlít, feje van és azzal pusztít. A többi ember pedig, aki nem hal meg ezektől a csapásoktól, nem tért meg saját kezének műveitől, hogy ne imádja a démonokat és az arany, ezüst, réz, kő és fabálványokat, amelyek sem látni, nem hallani, sem járni nem képesek, és nem tértek meg gyilkosságaikból, sem boszorkányságaikból, sem paráznaságukból, sem lopásaikból. Nincs állítmány ennek a mondatnak, vagy csak én nem értettem meg. Tehát a többi ember, aki nem hal meg ezektől a csapásoktól, nem tért meg saját kezének műveitől, gyilkosságaikból, stb. Mi történik velük? Hát, hogy nem tértek meg. Ja, hogy nem. Ja, hogy múlt idő az, hogy nem tért meg. Uh-huh. És ez maga az állítás. Tehát, uh-huh. hogy a többi ember, a maradék kétharmad, ugye, aki nem halt meg, ők pedig benne maradtak ezekben a dolgokban. Értem. Igen. Uh-huh. Az áldozati oltárról már volt szó, hogy... De ez az arany. És ez egy másik. Igen, tehát ugye két oltár volt a templomban, kint ugye egy rézoltár. Igen. A nagy, amin az állatáldozatok mentek, és bent a kis aranyáldozati oltár, amin csak az illatáldozat volt, és ugye ez a mostani részünk, ez tulajdonképpen úgy kezdődött, hogy a hetedik pecsét után csend lett az égben fél órára, és egy angyal az arany illatáldozati oltárra füstölő szert szórt, és fölment a szentek imáival együtt a füstölőszer az Isten elébe. Tehát ugye ez illatáldozati oltár, onnan hangja, hallja a hangot, és ez szerepelt most éppen nem olyan régen, tehát nem ma nekünk, hanem a múlt héten, amikor is ez az angyal ott a csöndben illatáldozatot mutat be. Az ez az oltár. Így igen. kezdődött az egész hét kürtös rész ezzel az illatáldozattal, tehát egyáltalán nem véletlen. Igen. És egyáltalán nem véletlen, hogy most innen jön a hang és szólítja meg a ismét valamelyik vonatkozó angyalt, hogy engedje szabadon az Eufrátesznél már kötözött négy angyalt. De nem tudjuk, hogy ez kitől származik ez a hang, és talán nem is biztos, hogy annyira fontos a mi szemszögünkből. Nem, de ugye van egy másik jelenet, ahol látjuk a másik oltárt, a nagy oltárt, az állatáldozati. Ami alatt a tanuk vannak. Ami alatt a vértanuk vannak, és ott, ahol ezek a vértanuk vannak, ott is ugye ők kiabálnak. Tehát az oltár alól jön a kiabálás, hogy mi lesz már, és aztán később, amikor majd vérré változtatja Isten az összes édesvizet a földön, akkor, nem is tudom, hogy akkor, de azt hiszem akkor fogunk, ott van a görögben egy olyan, hogy ekkor egy hangot hallottam az áldozati oltár felől, hogy jól van, igaz vagy, Uram, mivel hogy proféták és szentek vérét ontották, vért adtál nekik inni, mert erre voltak méltók. Tehát, hogy onnan jön a hang az áldozati oltár felől,
pont a vér itatás kapcsán, akik korábban az oltár alatti lelkek kiáltoztak igazságszolgáltatásért. Na most, hogy itt viszont az aranyoltár felől jön a hang, az azt jelenti, hogy ez meg azzal van valamiképp összefüggésbe, amit az előbb, vagyis hát nekünk a múlt héten úgy olvastunk, hogy az angyal kezéből fölszállt a szentek imáival együtt a füst az Isten elé. Tehát még az is elképzelhető, hogy valamiképp a szentek imáival van összefüggésben ez a hang, ami most onnan kijön. És az, hogy a négy angyal, akik az Eufrátesz folyónál vannak megkötözve, eddig volt már egyszer négy angyal a föld négy szélén, de az egy teljesen másik történet. Szóval itt négy olyan angyalról van szó, akik meg vannak kötözve. Ezek akkor rossz angyalok azt jelenti, vagy pedig jó angyalok, csak fel voltak készülve erre a pillanatra? Hát mi tekintve, hogy ugye azért vannak ott, hogy az emberek, ha jól emlékszem, egy harmadát megöljék. Vagy egy harmadát megöljék. Igen. Ez ugye annyira akkor nem lehetnek jó angyalok, mert a pusztító angyalok azok általában nem jó angyalok. Persze, de hogy akkor ők korábban már létezett figurák? Tehát az Ószövetségben olvastunk róluk, vagy tudhatunk azt arra, nem. Hogy ezt én legalábbis nem tudom. Lehet, hogy valaki ezt már kikutatta, én nem tudom. Én ebből egyetlen egy biztos következtetést tudok levonni, az pedig az, hogy a Földön is vannak angyalok. Tehát nem csak az égben vannak angyalok, meg nem is csak a föld alatt vannak például abaddón vagy bukott angyalok, hanem a föld felszínen is vannak nem is kis erejű angyalok. Ugye az a négy, amelyik az ég négy szelét tartja, az a négy szélnek úgymond az angyala, az is a földnek a bioszférájában van. De hát itt is teljesen egyértelmű, az Eufrátesz az nem jelenthet más, csak magát tényleg az Eufrátesz folyót, és ezek szerint ott meg van kötözve, igen, négy angyal jó ideje, akik majd el lesznek engedve, de hogy egyébként azt, hogy ott ilyen izgés-mozgás van, ugye megint tulajdonképpen Biblia nélkül is, hogyha arra a térségre így szellemben rátekintünk, vagy rágondolunk, akkor Biblia nélkül is világos, hogy az egy nagyon zűrös hely. Most ugye legutóbb az iszlám állam, az ugyanebben a térségben tevékenykedett, és több százezer keresztényt kivégeztek. Tehát lehet tulajdonképpen, a politikát figyeli az ember, akkor lehet látni, hogy ez a négy angyal, ez már ott van, csak egyelőre megkötözve, de hát ugye megkötözve is azért kicsit lehet mozgolódni. Egyértelmű, hogy a világ egyik leginstabilabb helye az, és talán mindig is az is volt. És azt elképzelhetőnek tartott, hogy ez a négy angyal már lényegében a bűnbeeséskor elindult leszámolni az emberiséggel, csak meg lettek kötözve, amíg véget nem ér az történet arra a pillanatra? Hát én mindent el tudok képzelni, csak az a baj, hogy nem akarom nagyon a képzeletemet önmagába szabadon engedni, mert ha nincs igei bázis valamire, akkor azonnantól már csak találgatás. És ugye a találgatással meg az a veszélyes, hogyha az ember nagyon komolyan veszi találgatását, akkor hát tévedhet, mert kiderülhet, hogy az nem is igaz, illetve lezárhat maga előtt valami más vonalú olyan értelmezést, amire pedig lehet, hogy neki is, meg másoknak is nagyobb szüksége lenne. Értem. Az, hogy az órára, napra, hónapra, évre pontosan ezt tudják, az akkor azt jelenti, hogy vannak mégis olyan lények az atyán kívül, akik tudják azt, hogy mikor lesz vége, vagy pedig... Hát nem mondja, hogy ezek az angyalok tudják, hanem csak annyit mond, hogy ezek el vannak készítve arra a pillanatra, amikor majd elengedik őket, és a
apokaliptikus korszak ítéleteinek az hát egy komoly epizód szereplői lesznek. És nekik vannak hadseregeik is, ami 20 000 × 10 000, ami hát nem is tudom, hogy 3 000 milliárd. Ja nem, azért annyi nincsen szerintem. 20 000 × 10 000, de hát az 8 darab nulla. És tehát az akkor 300 millió. Nem ér 300, nem 200? Hát azt mondja, hogy 20 000 × 10 000. Ja, de 200. Igen, hát vannak, akik ott, itt ilyen helyeken említik Kínát például, hogy ugye ilyen nagy hadsereg, bár én úgy tudom, hogy Iránnak is 1 milliós hadserege van. De ez akkor fizikai hadsereg, amiről szól? Hát most megint, itt az a baj, hogy megint, tehát úgy, itt ez az egész fej, mert azért az látszik is, hogy van egy párhuzam a sáskák meg e között. Igen, hát akkor így viszont el lehet vetni azért a radioaktív izéket, mert ennek is, őket is, nekik is van mellvértjük, stb. Tehát, hogy a lovak feje oroszlán fej, ezek is nagyon különböző. Hát a Jongi Csó, ha jól emlékszem, ő például ezt mind a kettőt úgy értelmezi, hogy itt a János ilyen harckocsikat, vadászgépeket, ilyeneket lát, ugye a sáskák szárnyának az ugása például, és hogy itt a másiknál is, itt is azt mondta, hogy ilyennek láttam őket látomásban. Tehát maga a fogalmazásmódban benne van az a bizonytalanság, hogy hát tehát ilyesmik voltak, ilyennek láttam. Most ugye a Jongi Csó azért mondja, hogy ezek például tankok, meg ilyen harckocsik, mert hogy ugye tűz és kénkő jön ki a szájukból, és azzal ölnek. Hát a puskapor az kifejezetten ugye az egyik fő összetevője a kén. Tehát a puska, ahogy lő, abból pontosan tűz és kén jön ki. Ezek meg ugye, ha jól értettem, előrefelé is tudnak lőni, meg hátrafelé is, mert a farkukkal is tudnak ölni, azzal is úgy, hogy tűz és kén jön ki belőle. Tehát mi van akkor, ha ez valami harci jármű, ami előre-hátra tud célozni, és az pedig, hogy egy harci jármű éppen hogy néz ki, hát azért tényleg vannak olyan alakú repülőgépek, meg akár ilyen harci járművek is, ami egy olyan embernek, aki ilyet soha nem látott, hasonlíthat ezekhez az állatokhoz, oroszlánhoz, stb. Stb. Hát ezzel kapcsolatban most szkepticizmust érzékelek saját magamban. De nyugodtan érzékelj szkepticizmust. De én nehezen tudom elkezdeni, hogy lovak, oroszlánfejű lovakhoz hasonlítana bármiféle harci gépjármű. Biztosan olyan szög, de ennyi erővel akkor bármi más is lehetne, de elfogadom, hogy tehát meg ugye a puskapornak se a szeléttől halnak meg az emberek, hanem magától a golyótól. Na jó, de ha esetleg a János tényleg látomásban, de nem a szellemvilágot, hanem a jövőbeli eseményeket látta, és látott egy vadászgépek és tankok által háborút, akkor ő azt nem tudhat, tehát fogalma se, tehát ezt látta, ezt hallotta, de hát ő azt hogyan értelmezze, hogy megy egy tank, és tetején felső teste kilóg egy katonának. Hát az nem olyan, mint egy ló. Hát nem tudom milyen, de mindegy, az a lényeg, hogy... Vagy lehet, hogy lesz neki olyan, ki tudja milyen jármű, harci járműveket, meg fegyvernemeket találnak még ki a jövőben. Tehát hát nem tudom. Szóval azért mondom, hogy én nem ígértem meg, hogy én itt mindent fogok tudni értelmezni. Itt egyértelműen hadseregről beszél. Az világos. És miként irányítják őket ezek a bizonyos angyalok? Ez hogyan? Erről tudsz-e bármit mondani?
Már akiket? Hát ugye itt az van, hogy a négy angyal, akik az Eufrátesznél készen álltak erre az akcióra, nekik lovas hadseregeik vannak, és hát ugye nyilván ők ő rajtuk keresztül, vagy az ő segítségükkel ölik meg az embereket. Tehát őket valamiképpen irányítják, vezénylik, stb. Tehát, hogy ez teljesen szellemi módon történik, vagy konkrétan láthatóvá teszik magukat ezek az angyalok, és csatába küldik ezeket, abban az esetben, ha ezek egyáltalán emberi hadseregek. Hát az biztos, hogy egy angyal ok nélkül nem teszi magát láthatóvá, csak nagyon alaposokkal. Tehát, de ezzel tulajdonképpen a kérdés lényegesebbik részére egyáltalán nem válaszoltam. Lehet erre válaszolni. Hát. Mondom, én nem tudom én, 20 vagy 30 éve gondolkozom ezen, meg elolvastam, amiket írtak a többi nagy világ hírnével rendelkező tanítók, és ott is eltérések vannak. Tehát azért mondtam csak példaként, hogy ha jól emlékszem, akkor a Jongi Csó volt az, aki ezt leginkább ilyen fegyvernemekre vonatkoztatta. Na most van még egy fontos információ, hogy ezek szerint itt súlyos okkultizmus zajlik emberiség szinten, mindenféle bálványokat imádnak, tehát akkor visszatér az emberiségnek, mondjuk ez a nyugat-európai része a materializmusból egy konkrét, tehát egy súlyos bálványimádásba. Hát ez szerintem részben zajlik. Uh-huh. Tehát a boszorkányság, itt ugye ráadásul a farmakkelja van a görögben, ami egészen pontosan ugye a növényi vagy állati eredetű főzetekkel való mágiát jelenti, tehát kifejezetten a mágiának az az ágazata, ami tulajdonképpen a drogozással hozható összefüggésbe. Hát ez egyrészt szerte jellemző mindenfelé, és spirituális céllal is drogoznak emberek, tehát kifejezetten szellemi céllal, és a szellemi, kifejezetten szellemi célból állati vagy növényi eredetű tudatmódosító, vagy szóval ilyen szert szedni, az a boszorkányság. Tehát ugye a boszorkányok mindig használtak ilyen főzeteket, meg ilyen drogokat a rituáléikhoz. De egyébként a New Age az ugye ebbe vast, tehát egyre divatosabb a New Age, és a New Age-nek az egyik bázisa az úgynevezett Wicca, ami ugye ennek a fajta mágiának egy ilyen modernizált változata. Tulajdonképpen a boszorkányságnak egy modernizált változata. Tehát, hogy fogyasztanak ilyen cuccokat? Is, de azon kívül is. Tehát tulajdonképpen ez hát amit ilyen gyermekmesésbe eltetős szinten a Harry Potter sorozat ugye képvisel, de ezt felnőtt emberek teljes komolysággal és tudatosan gyakorolják. Ennek egy része bizonyos ilyen kábítószerek vagy főzetek használata, de nem csak az van benne vizualizáció, rituális mágia, minden ilyesmi. Ez rendkívül rosszul hangzik. Hát bemész egy könyvesboltba, vagy akár csak a kirakatát megnézed, és megnézed, hogy milyen ezoterikus könyveket árusítanak, és egyre nagyobb, és egyre nagyobb, és egyre nagyobb mennyiségben, ott fogsz találni olyanokat, ahol ezek konkrétan le vannak írva. Tehát technikailag le vannak írva, hogy hogyan kell az ilyeneket csinálni. És ma ezeket már bárki megveheti bárhol, és ha valaki ez érdekel, utána olvas, és már nyakig is van a varázslásban. És működik. Hát ez már egy bonyolultabb kérdés, de működhet, mondjuk így. Ugye ez nagyon függ ugyanúgy, mint ahogy egy
a Szent Szellem is a hittel működik együtt, és akkor működik, de ha az nincsen, akkor nem. Ugyanúgy a másik oldalon tulajdonképpen ugyanez a dolog, ha egy varázsló hittel csinálja ezeket a dolgokat, és ért hozzá, akkor az működik, igen. Ha viszont bénázáson nem hittel csinálja, vagy nem ért hozzá, vagy nem, akkor nyilván nem fog működni, az a kisebbik baj. De hát ezekkel tele van, hát én most nem akarok itt a rádióba téged ijesztgetni, meg másokat ijesztgetni ezekkel, de hát egészen horrorisztikus dolgok. Ugye Magyarországon, nem akarok tippeket se adni, de Magyarországon az Édesvíz kiadó az, ami a New Age-nek a kiadója. Ha valaki megnézi, hogy az Édesvíz kiadó milyen könyveket ad ki, azok csupa bevezetés a gyakorlati mágiába, meg az ilyesmikbe. Hát én egyszer a kezembe került egy olyan könyv, amiben egy keresztény hölgy megtérése előtt ilyenekben nemhogy benne volt, hanem egyenesen ilyen megválasztották vezetőjüknek, meg mit tudom én. És hát borzasztó, hogy mondta, hogy meg tudott ölni ilyen madarat röptében, meg nem tudom, tudott lebegni, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg ilyesmire képesek lehetnek emberek gonosz szellemek segítségével. Igen. Tehát ez igaz, hogy ilyet csinálnak emberek? Én még nem láttam repülni valakit, vagy madarat ölni csak úgy, tehát most, hogy igaz-e, vagy nem igaz, ezt hadd ne én döntsem megint el. De hogy a Biblia szerint ez lehetséges, tehát én inkább abból indulok ki, hogy a Biblia azt mondja, hogy ha a jövendőmondó vagy álomlátó támad közötted, és jelet vagy csodát ad neked, és be is következik a jel vagy a csoda, amiről beszélt, akkor se hallgass rá, ha idegen isteneket hirdet. Tehát itt a Biblia abból indul ki, hogy igen, lehetségesek varázslás, jövendőmondás, okkult eredetű természet fölötti jelek és csodák. Tehát ezért mondom, hogy ez lehetséges. És valamilyen oknál fogva, valószínű azért is, mert hogy már itt megtörtént az elragadtatás, bizonyos elméletek szerint, az emberiség nagy része, akár kollektíven, akár külön-külön, akár teritoriális szinten vallásokat követve, mégsem az Isten imádatot és a Bibliát keresi meg, hanem ezekre a szörnyű varázslókra hallgat, és esti mese. Tehát hogy akkor ők mégis ez nem annyira meglepő, mint megdöbbentő. Tehát egyfelől nagyon megdöbbentő, ha az ember belegondol, de ha viszont körülnézel magad körül, akkor ez nem annyira meglepő. Tehát az emberek már ma is nagyon közel vannak ahhoz az állapothoz, hogyha mondjuk, mit tudom én, most határozottan elkezdenénk hirdetni, hogy ez a járvány Isten engedélyével azért van az emberiségen, hogy az emberek megtérjenek a bűneikből, és ezt elkezdenéd az embereknek elmondani esetleg, akkor majd meglátnád, hogy kapnál olyan reakciókat, hogy hát ettől én nem fog megtérni, hát engem így nem lehet. Tehát még szidják is Istent ilyen esetekben. Hát én most ma hallottam a rádióban, hogy hát idén elmarad a Sziget Fesztivál, de 22-ben, már nem is tudom, hogy fogalmaztak, hogy valami különlegesen nagy visszatéréssel készül a Sziget Fesztivál, stb. Na most figyeld meg, hogyha most tegyük föl, hogy ez a járvány lecseng. És akkor most sokan mondanak olyasmiket, hogy hát azért volt ennek haszna is, mert azért sokan magukba szálltak, meg azért sok minden kiderült ez alatt az idő alatt, a családokról kiderült, hogy melyik működik jól és melyik rosszul, mert az összezártságban a rosszul működő családok még rosszabbul működtek, viszont a jól működők meg még jobban működtek. És akkor ugye hallottuk, hogy az emberek ennek kapcsán
mindenféle jövőről való elmélkedésekbe, meg esetenként fogadkozásokba kerültek. De már az újranyitás, amikor ugye a teraszok kinyitottak most múlt héten, vagy két hete, vagy mikor, már az megmutatta, hogy semmi változás nincsen, azonnal megőrült a város, és rohant a teraszokra, és na végre akkor élvezzük az életet. Most ugye bejelentik, hogy na akkor, ha 22-ben majd lesz Sziget Fesztivál, az aztán mindegy, eddiginél bombább lesz. Erről meg nekem azért az jut eszembe, hogy hát ha ez így van, és hogyha az emberiség most a járvány után, ha feltételezzük, hogy esetleg jön egy kis békeidőszak, akkor mindenki ezerrel fog visszarohanni ugyanazokba a dolgokba, amiket előtte csinált, de ráadásul még azt is be akarja pótolni, amit most elmulasztott, akkor már is ott vagy pszichológiailag, ahol ez, hogy éri őket nem tudom hány csapás, de egyszerűen nem hajlandók tudomásul venni, hogy ez a megtérés felé terelné őket, hanem csak azt várják, hogy mikor lesz egy kis fellélegzés, és akkor már megint csinálhatjuk, amit mi akarunk. És teljesíthetjük megint a vágyainkat. Ma is így van. Az emberek igen jelentős része el sem gond, tehát vagy amikor éppen bennül a karanténban már két hete, akkor mélyen elgondolkozik, és akkor esetleg még bizonyos felismerésekre, meg döntésekre is jut. De abban a pillanatban, hogy ennek vége, lemegy a nyomás, minden, még azt is be akarják majd pótolni, amit most elvesztegettek élvezetben, és ki fog derülni, hogy szívbeli változást ez végül is akkor mégse tudott okozni, mert ha most mindenki gyorsan elfelejti a járványt, és rohan vissza megint azokba a régi romlott életformáiba, sőt, még nagyobb sebességgel, mint régebben, akkor kiderül, hogy csapkodhat az Isten itt, tehát az emberiséget figyelmeztetésképpen, de hát később még az Antikrisztusnál még azt is fogjuk majd olvasni, hogy és kár, hogy az emberek nem tértek meg a csapások nyomán az ő gonoszságaikból, hanem káromolták a menny istenét, akinek hatalma van egy csapások fölött. Tehát még olyan is lesz a kicsit később az apokaliptikus időszakban, amikor az emberek még azt is teljesen pontosan tudják, hogy az Úrtól jön ez a csapás, de nem megtéréssel reagálnak, hanem elkezdik szidni Istent. Én ezt teljesen el tudom képzelni. Ma is lehet már olyanokat hallani emberektől, hogy engem ne verjen az Isten, ha akar valamit mondani, tudassa velem szép szóval, mert én a verésre úgyse fogok engedelmeskedni. Tehát van ilyen... Hát igen, meg hogyha azt mondja a jelenések, majd erről beszéljünk, hogy ezek alatt történnek azok, amikről később számol be a jelenések könyve az Antikrisztus, stb. Kapcsán, vagy ezek után. Ez nem tudom, hogy erről időszakban. Hát itt részben átfednek a dolgok, mert itt már ugye emelkedik azért föl a... Igen, mert hogyha tényleg sátán imádásba torkollik az emberiség története, akkor annak azért jelentős része, hogy Isten gonosznak láttatja, és Lucifert láttatja jónak. Tehát ez nem, ilyen szempontból nem meglepő, hogy Isten ellenségnek látják, mert hiszen végül is ellenségesen is viselkedik bizonyos szempontból, csak hát erre nem az a válasz, hogy akkor imádjuk a sátánt nyilvánvalóan, de... Hát meg az, hogy ugye az ateisták, ezek a harcos ateisták, meg ők már régóta ellenségnek látják Istent. Tehát már régóta, ez már forog az emberek száján ez a dolog, hogy az Isten nem jó, mert ha az Isten jó lenne, akkor miért engedi meg azt a sok rosszat, ami a Földön történik. Ugye az nem jut eszükbe, hogy ezt nem Isten engedi meg, hanem mi engedjük meg, sőt, mi csináljuk. És az Isten valószínűleg erre azt kérdezi, hogy ti miért engeditek meg ezt a sok rosszat, ami a Földön történik, hiszen a Földet az emberek fiainak adta, tehát az a mi felelősségi körünk, itt a Földön itt az történik, amit mi létrehozunk. Ez nem Istennek a
azért is nem szeretném, hogy mondjam, azért kell sokat imádkozni, hogy beavatkozzon, mert meg van írva, hogy az egek az Úrnak az egei, de a földet az ember fiainak adta. Hát most, ha én kapok egy lakást az apámtól, akkor nem fogom hetente áthívni, hogy takarítsa is ki. Tehát amikor az emberek itt elrontanak mindent, aztán kiáltanak az Úrhoz, hogy gyere, segíts meg, akkor ugye azért mozdul gyakran Isten nehezen, lassan, mert hát ez nem az ő világa. A földet az ember fiainak adta. A menny, ott ő uralkodik, és az ott rendben is van. A földet nekünk kéne rendbe tartani, mi vagyunk az Isten képmása, itt az történik, amit mi csinálunk. Ha az emberiség jó állapotban lenne, megtérne, a megváltás hagyná dolgozni magán, hogy így mondjam, az emberiség az a földön, az ember az egy teljhatalmú lény. Nem egyedül, hanem mint közösség. A földön azért történik minden rosszul, ami rosszul történik, mert mi rosszul csináljuk, és felszabadítjuk azokat az erőket, amik a rosszat hozzák be az emberek életébe. Ez nem Isten bűne. Mégis rengeteg ember, ateisták, nem ateisták, egyik fő érve Istennel szemben az, hogy miért engedi azt a sok rosszat, ami itt történik a Földön, ha ezt megengedi, akkor ő nem is jó Isten, stb. Tehát már is ott vagyunk ennek a káromlásnak a küszöbén, pedig még messze vagyunk attól, hogy ekkora dráma legyen, mint amit a Jelenések könyve leír. Ez nagyon izgalmas, illetve hát borzasztó is ugyanakkor, tehát amiről beszélsz, az végtelenül elszomorító és rettenetes dolog. Szerintem talán a következő trombita szót, illetve mindezeket hagyjuk a következő alkalomra, és nagyon köszönjük ezeket a magyarázatokat, beszélgetést, stb. És minden jót kívánok neked. Nagyon szívesen, stb. Igen, a kedves hallgatóknak különösen, és köszönjük Kis Daróczi Adriennek és Kassai Róbertnek a segítséget, és akkor ezzel búcsúzunk. Minden jót nektek, sziasztok!